Oh yeah. Áruhában vagyok most itt, jelmezben. Igyekeztem egy olyan formátumot felölteni, ami mindenki számára ismerős lehet, és még akár összefüggésben is lehet a témával, amit hoztam nektek mára. Lányok, tudjátok, hogy ki vagyok. Átmentek a barátnőtökhöz. Minden oké, okay. Majd hívott magához egy kis nasira, vagy bármire, vagy egy kis filmezgetés, tudjátok, hogyan szokott lenni. Hirtelen megjelenik az apja, a barátnőtök apja. Általában Józsinak hívják, vagy Károlynak, tipikusan ilyen bajusszal. És tudod, hogy beszoptad. Tehát tudod, hogyha a barátnőd apjának ilyen bajsza van, akkor beszoptad a faszt. Szia! Engem Károlynak hívnak, neked mi a neved? Tonci! Nem. Ki kell térned a kérdések elől, mert megkapod azokat a kérdéseket, hogy... Nem akarod megnézni a családi fotóalbumot? Itt a lányom kiskorában. Na, hozhatok valami nasit? Borotválkozás közben jutott eszembe, hogy vannak ilyen típusú szülők, apukák, akik már így kiégtek a feleségükből. Akkor próbálni valahogy valamit csinálni velük. Na, kezdjünk bele, bazd meg, a témába. Üdvözlök mindenkit, ez a Surreality Show hashtag off topic nevű rovat. A legkönnyebben úgy tudnám leírni ezt a rovatot, hogy azok a témák, amik kibaszottul érdektelenek, tehát nem szeretnénk belőlük Surreality Show részt csinálni, vagy a műsorba sem szeretnénk betenni, viszont nem annyira érdektelenek, hogy ne csináljunk belőle videót. A mai témák is egy ilyen téma. Facebookról érkezett hozzánk egy jelenség, ismét egy jelenség, elképesztő, hogy mennyi jelenség van. Igazából nem sokban különbözik egyik Facebook oldal sem, egyik céges Facebook oldal sem. Irgalmatlan, kínos az összes. A legtöbb, jó, a legtöbb, nem mindegyik céges Facebook oldal, van arra is példa, amelyik nem kínos, de amit én nekem feldob hirdetésbe, az elképesztően kínos, és... Nem, az a baj ezzel, hogy nem tudsz vele mit csinálni, ugye, mert akár kinyomod, akár nem nyomod ki, hogy nem szeretnéd látni ezt a hirdetést, jön a következő ugyanilyen cég, aki megpróbál felzárkózni a fiatalokhoz, megpróbál hirdetni ugye Facebookon, nem tudja, hogy milyen nyelvezetet kéne használnia, nem tudja, hogy hogyan kéne ez az egész felülethez viszonyulnia, megkéri az eddig is ott dolgozó marketingest, vagy felvesz egy újat, azok meg elbasszák. Úgyhogy meg is nézzünk egy-kettő ilyen példát, mert én hoztam nektek... Ez nagyon jó lesz. Ez lesz az egyik legjobb. Egy nagyon vészjósló... Egy vészjósló jel a Facebook oldalakkal kapcsolatban az, hogyha egyben van az angol és a magyar Facebook oldala egy cégnek, és egy csomószor összekeveredik az angol és a magyar nyelvi szöveg, mint például a PokerStars-nak a Facebook oldalán, ahol szintén egybe kellett tolniuk a magyart és az angolt, és valamikor ráadásul ugyanaz a hír jelenik meg ugye kétszer, mert elfelejtették bekalibrálni, hogy ez melyik nyelvre is menjen ki. Ilyenkor angolul is, meg magyarul is megjelenik ugyanaz a bejegyzés. Van egy ember, aki ott ül reggel 8-tól délután 4-ig, és Facebook bejegyzéseket időzítget be cégeknek. Sőt, nem csak a Facebook bejegyzéseket időzítget be, hanem a feladat körébe tartozik, hogy a legbugyutább kommentekre válaszolnia kell. Ha meghalok, és egy irodában ébredek, ahol az főnököm azt mondja nekem, hogy én vagyok az adminja mostantól a Fanta Facebook oldalának, tudom, hogy a pokolba kerültem. Pedig nem is feltétlenül a bejegyzésekről van szó, itt nem is a képekről vagy a videókról, amit megosztanak, hanem a kommunikációról van szó, amilyen formában megosztják, amilyen szöveget tesznek mellé. Október 10-én bejegyzés a Fantánál, olvasom szó szerint a következőt írják, Suli unaló, küld el nekünk, hogy te mit firkáltál legutoljára a füzetbe. Hadd szórakozzunk mi is. Suli unalom? Hadd szórakozzunk mi is. Pont azzal kezdtétek a mondatot, hogy Suli unalom. Nyilvánvalóan azért firkál valaki a füzetbe órán, mert geciri unatkozik, akkor ki szórakozik? Mi az, hogy mi is? Elkezdik írni a mondatot, és a végére érnek, akkor már elfelejtik, hogy miről szólt a mondat eleje. Hadd szórakozzunk mi is. És ilyenkor kikeresgélik a tökéletesen odaillő emojikat is, az sem lehet egyébként egy egyperces munka. Kassa Tibi szívecskézik a Facebook oldalán, de ennyi, nem kezdi el taglalni, hogy köszönöm szépen a kommentet, nagyon jó esett, pont, erre van a privát üzenetküldési lehetőség. Ez a Fantana nem így működik. A Fanta nagyjából minden egyes bejegyzésénél minimum egy 10 kommentet kiemel, amire
tudatosan válaszol fasságot. Pati Péternek a kommentje: megcsavart fura palac, mintha rosszul lett volna beállítva a gyártósor, és több tonnán is elejtes palackot gyártott volna, amit nem lehet már elpasszolni, így új dizájnként forgalomba hozva. Ez az ő kommentje, jön a Fanta válasza. Köszönöm, megosztottad a véleményed, sajnáljuk, hogy neked nem jön be az új palac, pedig azt nagyon sokan imádják. És akkor leírják, hogy a fef. Amikor válaszolsz valakinek, de mintha ott se lennél a beszélgetésben, hogy emberek, attól még, hogy Szabi Estet szponzorálják, attól még finom, nem kell a Fantát leszarozni. És akkor Fanta válaszol, köszönöm, megosztottad a véleményed. És ez meg. Nekem az lenne a tanácsom, hogy ne válaszolgassanak kommentekre, mert fasság. Minek odaírni, hogy köszönjük a véleményedet arra is, hogy szarok vagytok, meg arra is, hogy jók vagytok, majd lófasz nem válaszolni igazából arra a kommentre, amit kaptatok. Ennek mi értelme van? Mert egyébként a kommentelőkhöz is szól ez a videó, tehát egy dolgot azért tisztázunk, kommentelők. Az a komment, amit te leírsz nyilvánosan, soha nem jut el döntéshozó személyhez. Soha nem jut el olyan emberhez, aki változtatni tudna azon, ami neked probléma. Van egy ember a cégnél, vagy egy csapat, akiknek az a feladatuk, hogy az online marketinget csinálják, és a csapaton belül van egy ember, akinek a feladata válaszolgatni az ilyen kérdésekre. Tehát a legnagyobb probléma, ez nem olyan, mint egy YouTube-os vagy egy videós felülete. Itt nem fogtok tudni változást elérni azzal, hogyha leírjátok hosszan a véleményeteket. A Fantának ez a palackja külföldön már több éve elérhető. És most azért kitaláltak egy kampányt, hogy Magyarországon is promotálják a változtatást. Ugye most itt logót cseréltek, ki kellett találni ők egy kampányt, ez lett a Fanta elnöki főnökség. Tehát nehogy azt higgye itt bárki is, hogy azért már azt írja a Fanta vagy a Coca-Cola, nagyon sokat számít, hogy mit gondolsz, hogy nem fognak bazd meg palackot változtatni, vagy ízt változtatni, csak azért, mert te leírod. Nekik az egyetlen egy céljuk, hogy eladják neked ezzel a kampánnyal a segítségével, érted? Ne legyetek hülyék, ne válaszoljatok cégeknek semmilyen felhívására a kommentben, fölösleges. És a másik, amit ne csináljuk soha a Facebookon, kibaszott hosszú politikai vitákba, politikai cikkek alatt. Mi a faszomnak megyünk bele? Politikai vitáknál lát valaki bármi esélyt arra, hogy a másikat meg tudja győzni az igazáról, hogyha Facebookon elkezd kommentben bele veszekedni? Mondom ebben a legszomorúbb, hogy itt képpen névvel felvállalva. Ő Kis József, 34 éves, teljesen nyilvános profil, esküvői fotó, és ő felvállalja, hogy neki az a véleménye arról, hogy megvertek valakit a KFC-be, hogy dögöljön meg is az ilyen kutya. És ezt leírja Facebookon. És ugyanez megy a Facebook komment szekció legtöbb részén, főleg amikor cikkeket osztanak meg. Apró bejelentés, a mai napra terveztünk egy élő adást Twitch.tv-n, na most kettő dolog miatt ez nem fog megvalósulni. Ugye van ez a pályázatunk az Ultimate Lehetetlen Kihívás címmel, be kell küldeni ilyen videókat ezzel a címmel, és akkor mi ezeket majd eredményezzük. Nyereményjáték formájában akkor az egyik, aki a legjobb lett, az megnyer valamit, még mi se tudjuk, hogy mit. De érdemes erre beküldeni, szóval ha szeretnétek részt venni ebben a játékban, akkor csináltok egy videót Ultimate Lehetetlen Kihívás címmel, és hashtag Surreality bármi lehet a videóban, szó szerint bármi. A jövő héten fogunk reagálni a beküldött pályaművekre egy videóban. Egy szürreleti részben. Kb. Ennyi értelme van a céges Facebook oldalaknak.